Hallottatok már a Rumbabáról? Nem Alibaba kisunokájáról van szó, bár egyes források szerint az elnevezéshez köze van Alibabának is. Van, aki így hiszi, van, aki úgy. A lényeg az, hogy egy isteni finom, szirupba áztatott keltésztát fogok ma nektek készíteni. Farkasinszki Ildikó vagyok a Mind Megette konyhájából, és ma is a sütisulival jelentkezem. Ahogyan az a keltésztáknál szokás, megdagasztom a tésztát. A lisztet bele szórom a tába, adok hozzá egy pici sót, és az összes cukrot is hozzászórom. Ezeket jó alaposan elkeverem, rámorzsolom az élesztőt. A vajat megolvasztottam, és egy picit hagyom hűlni. Ez majd csak akkor fog belekerülni, amikor a tészta már összeállt, tehát két ütembe fogom dagasztani. Most először a tojások. A vaj mennyisége is viszonylag sok, úgyhogy ezt most semmiképpen nem egyszerre öntöm hozzá, mert akkor ugye nagyon nehéz lenne összedolgozni, hanem több részletben dolgozom, és mindig csak akkor adom hozzá a következő adagot, amikor az elsőt már fölvette. Megadtuk a kellő dagasztási időt, és mégsem akar kellően rugalmas lenni a tészta. Adhatunk egy icipici lisztet, de mindenképpen csak nagyon-nagyon apránként adjuk hozzá a liszt mennyiséget, hiszen látni fogjuk, hogy mi az, amikor elég, és nem teszi keményé a tésztát, úgyhogy én most egy kb. Egy fél evőkanálnyit hozzáadok. Pici lisztet szórok a tészta tetejére is, és ugye amikor kelesztünk és pihentetjük a tésztát, akkor mindig le kell valamivel fedni, és fél órára félreteszem pihenni, míg körülbelül a duplájára kell a tésztám. Amíg kell a tésztám, fölverem a tejszínhabot, ez lesz ugye majd a kis rumbabának a tölteléke. Először csak így simán, natúran, körülbelül olyan tejföl sűrűségűre verem fel a tejszínhabot, még semmit nem adok hozzá. Hogyha megvan ez az állagom, tehát még folyik a tejszín, de már van egy kis tartása, de még nem kemény, akkor jöhetnek bele a hozzávalók, vagyis a porcukor, a passiópüré és a habfixáló. És ezekkel együtt most már tényleg teljesen keményre verem fel. És hogyha megvan a kellő keménység, akkor itt abba hagyom a habverést, és most így, még ebben az állapotában be is töltöm egy csillagcsöves habzsákba, és így teszem be a hűtőbe addig, amíg az összes többi hozzávalóval elkészülök, és tálaláskor fogom csak betölteni a kis kuglófokba a krémet. Most elkészítem a süteménynek a locsoló szirupját. Én nagyon szeretek vanília magot használni, bár tudom, hogy csillagászati az ára, de higgyétek meg, néha érdemes magunkat kényeztetni. Most átjöhet a szirup összeállítása. Először a vizet teszem bele az edénykébe. Jöhet az összes cukor, a marakuja püré, a fűszerek, vagyis egy fahéjród és egy csillagánis, és egy lime héját is belereszelem. Jöhetnek a vaníliamagok, és most már csak az következik, hogy ezeket szépen összeforraljam. Csak addig forralom a szirupot, míg szépen letisztul a teteje, és elolvad az összes cukor, és most jöhet hozzá a rum, miután elzártam a hőforrást. Átöntöm egy tálba, hogy gyorsabban hűljön. Ezt a kis szirupot most félreteszem, és hagyom teljesen kihűlni, tehát nem langyosra, hanem teljesen kihűtöm. De erre lesz is időm, hiszen most visszatérek a tésztához, ami közben megkelt, belehelyezem a formákba, és utána újabb két órát hagyom pihenni. Nagyon szépen meg is kelt a tészta, szépen följött a duplájára, úgyhogy kiporciózom. Jó alaposan alálisztezek, mielőtt kiborítom a tésztát. Tényleg lágy a tészta, úgyhogy csak így szemre elvágom 6 egyenlő részre. Jó alaposan meglisztezem a kezemet, és fogok egy darab tésztát. Egy icipicit így megpróbálom azért elnyújtani, és ügyesen bele helyezem egyik kis kuglóformába. Most ismét letakarom a tészta felületét, ugye nem szabad, hogy kiszáradjon. Akár ugyanazt a fóliát is használhatom, amivel a tálat takartam le, és most két, azaz 2 órát hagyom újra megkelni. Fantasztikusan, gyönyörűen megkeltek a kis rumbabák, és olyan buborékok vannak a tésztában, hogy akár már most is megenném, de nem teszem, hiszen ez nyers tészta, hanem gyorsan beteszem a 180 fokra előmelegített sütőbe, és ezeknek a kicsiknek szerintem 30 perc is elég lesz, hogy szép pirosra süljenek. Csodaszép kis pufikákká sültek a rumbabák, de fordítsuk ki a formából, hogy megnézzük az igazi arcukat. Wow!
szerintem nagyon csinik, és még langyosak is. Most jó alaposan meglocsolgatom őket ezzel a finom, illatos sziruppal. És szerintem legalább egy órára elteszem őket iszogatni a hűtőbe. Hát az én rumbabáim már biztos nem szomjasak, mert jó alaposan teleitták magukat ezzel a fincsi sziruppal, úgyhogy most fogok és megtöltök egyet-kettőt. Passió gyümölcs. Fölvágok, és ezekből a gyönyörű kis magocskákból kanalazok abra. Még egy kis pici limehéj. Ezt egyszerűen szavakkal nem lehet kifejezni. Tényleg annyira szaftos, és annyi minden íz, kavalkád dolgozik a számban. Az édes, a savanyú, a lágy, sejmes és a roppanós. Ezt csak akkor fogjátok tudni megtapasztalni, ha ti is megsütitek. Úgyhogy hajrá, rombabára fel!